A Hangya és a Darázs: Kvantumánia elindította az MCU 5. fázisát, úgyhogy nézzük, milyen is lett ez a film. A történet annyi, hogy az egész család a kvantumvilágba találja magát, ahol különös lényekkel találkoznak, és olyan felfedező útra indulnak, aminek során rájönnek, hogy amit lehetségesnek hittek, az eltörpül a valóság mellett. Kezdjük azzal, még mielőtt átmennénk itt a spoileres dolgokba, hogy ez egy nem rossz Marvel film, ez egy tök jó kis egyszerű Marvel kaland, ami ugye bevezet egy nagyon fontos karaktert, ugye aki lesz az egész 5. illetve 6. fázisnak a főgonosza, és sok kritikus, meg sok ember lehúzza ezt a filmet. Én nem is tudom miért, szóval én csináltam egy szavazást is itt a YouTube csatornám, és ott is láttam, hogy az emberek nagy többsége arra ment, hogy nekik nem tetszett a film. Úgyhogy mindenképp írjátok le, hogy nektek miért nem tetszett, mert én egyébként jó, bele fogok kötni, az biztos, de nem mondom azt, hogy olyan szar volt, mint a Fekete Párduc 2, vagy egy Eternals, vagy a Doctor Strange 2. Úgyhogy innentől kezdve lesznek spoilerek a videóba, szóval ha nem láttátok a filmet, akkor durranjatok el moziba, aztán nézzétek meg és térjetek vissza. Azt már egyébként most ki lehet jelenteni, hogy ez a film az MCU-nak a Star Wars-a, ugye az egész világ miatt, amit itt megismerhetünk, a látvány is valami egészen elképesztő, ott nekem nagyon-nagyon tetszett, és a karakterek azok inkább, vagyis a lények, akik ilyen Star Wars-osabbá teszik ezt az egész kvantumvilágot, nagyon érdekes lények vannak ott, és én nem is gondoltam volna, hogy ilyen gazdag lehet ez a kvantumvilág. Kicsit fura is egyébként számomra, mert én teljesen máshogy képzeltem el, de minden esetre nagyon tetszett, és az is tetszett, hogy tényleg mintha Star Wars nézne az ember, hogy minden második vagy harmadik lény nem ember, hanem egy idegen lény, és ezek a lények nagyon érdekesek voltak. Külön kiemelnék kettőt, az egyik az a brokkoli lény, hát az nagyon-nagyon kretén ötlet volt, nekem tetszett egyébként, hogy láthatunk ilyen elmebeteg lényeket, a másik pedig hát én nem is tudom, mire hasonlít, itt láthatjátok, egy ilyen slime-ra hasonlít, és ugye ő sütötte el a lyukas vicceket, hogy Scottnak hány lyuka van, stb. Aztán a végén elkezdik a film vége fele lőni, és akkor lesz neki luka, és akkor nagyon boldog lesz nekem. Ez a poém, ez a lyukas viccek nekem nagyon-nagyon bejöttek, és egyébként a többi vicc is szerintem tökre működött a filmbe. A karakterek egyébként szerintem nem voltak se rosszak, se olyan hüde kiemelkedőek, ilyen középszerű karakterek voltak, mind a család, Scott, Cassie, többiek, szerintem tök jót alakítottak, jó hangját nyilván külön kiemeljük, mert ő az egyik főszereplő. Na de aki nagyon-nagyon kiemelkedő volt, az Jonathan Majors Kang szerepében. Ugye ő lesz a következő nagy főgonosz itt az MCU-ban, és nagyon-nagyon emlékezetes marad már itt ebben a filmben, és én úgy gondolom, hogy hiába mondják, hogy ez egy szarfilm, szerintem tök jó alapot adhat annak, hogy mi fog ránk várni, mert látjuk, hogy Kang azért van egy Thanos szintű gonosz, sőt, még nagyobb gonosz is. Nagyon-nagyon erős, ugye ő a hódító, hát már nem is tudom hány milliárd vagy millió multiverzumot pusztított el, vagy hódított meg, na és akkor itt jönne egy dolog, amit láttam, hogy sokan belekötöttek, és én is belefogok, az, hogy egy ilyen hódítót, aki ilyen felszereléssel rendelkezik, hogy a fenébe, és most szépen fogalmaztam, hogy tud megállítani ennyi hangya. Hangyák, hogy tudnak megállítani egy ilyen szintű gonosztevőt? Most gondoljunk bele, mert ezt megcsinálják Thanosszal. Szerintem mindenki ki lett volna akadva. Oké, a hangyák egyébként tényleg veszélyesek, meg okosak egyébként, de meg erősek is, ha úgy nézzük, főleg ha fölnagyítják, de nem lehet ilyen hülye magyarázatokat bele a film ez mögé rakni, hogy Kanget legyőzik a hangyák, és ugye ezáltal elromlik az egész felszerelése, és már nem is lesz ereje, és olyan lesz, mint egy sima ember. És egyébként a végső harcba is belekötnék, hogy egy hangya legyőzött egy hódítót most. Azért kicsit emészgessük ezt, hogy hangya, Scott Lang legyőzi Kanget, a hódítót. Jó, igaz, úgy győzte le, hogy nem volt már rajta a felszerelés, meg Hope is segített neki, de akkor is legyőzi hangya a hódítót. Most mi lenne, hogyha Thor lett volna ott, vagy Hulk, vagy vagy mit tudom én kicsoda, vagy egy örökkévaló, akkor mit csinált volna Kanget? Darabokra szedi? Úgyhogy nem tudom, nekem ez a legnagyobb bajom a filmen, hogy most Hangya tényleg le tud győzni Kanget, akkor milyen főgonosz lesz ebből, és nyilván tudjuk, hogy egy nagyon ikonikus főgonosz lesz belőle, és én már most megkedveltem, és én abban is biztos vagyok, hogy ő nem halt meg, csak ugye ott nem is tudom, micsodába valahol beszippantott az a cucc. Na és ha már Kangnél vagyunk, akkor megemlíteném azt, hogy engem nagyon-nagyon zavart a magyar kiejtése, ugye Kang. Engem azért zavar, mert én a Kanghez vagyok szokva, és olvastam egy kommentet, amivel teljesen egyetértek, hogy a Thanos sem úgy ejtjük, hogy Thanos, mi magyarok, és tök jó, és a Thanos én meg is szoktam, és mindenki így ejti. A Kanget valószínűleg nem mindenki úgy fog ejteni, hogy Kang. Kicsit ilyen bugyután hangzik számomra, de mondom, ez biztos azért van, mert én már teljesen megszoktam azt, hogy Kang, és most ebben ez nem olyan nagy negatívuma a filmnek, csak engem zavart. Modokra is kitérnék egy picit, akinek semmi jelentősége nem volt. Most egy ilyen szintű karaktert, mint Modok, beteszünk egy filmbe, én azért azt gondoltam volna, hogy lesz hát nagyobb szerepe neki, mert most ugye az Avengers játékban is ő volt a főgonosz, ha jól tudom, kapott egy sorozatot is, ami nyilván nem tartozik ide az MCU kánonba, szóval meg a képregényekbe is egyébként egy tök jó, tök érdekes karakter, és akkor berakjuk ide, meghal, és semmi jelentősége nincs, csak elmondhatja magáról a Marvel, hogy benne volt a saját kánonjukba Modok. És szerintem egyébként röhelyesen nézett ki, hogy fel volt nagyítva Scott régi ellenfelének és barátjának a feje. Egy dolgot emeltem még ki a filmből, mielőtt még rátérnénk a végére, meg ugye a stáblistára, az pedig jól emlékszem, úgy volt megemlítve, hogy lehetőség vihar, amiben Scott és Hope keveredtek. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt a filmben, és nekem nagyon tetszett, és tényleg elgondolkodtató, hogy valamit tesz az ember, akkor nyilván ott elgondolkozik, hogy mi van, máshogy tettem volna, és az egy másik lehetőség. És ugye ebben a viharban ezt mutatják be nekünk nézőknek, hogy minden lehetősége Scottnak megjelenik, hogy mit tenne, és ott van több ezer vagy több tízezer Scott Lang, és tök jó volt az a jelenet is, amikor mint a hangyák, így a hangyaból így föltornyosul, és ugye ott a Scottok tornyosultak föl, a segítség Scottot, nagyon-nagyon jó volt, és nagyon érdekes volt ez a lehetőségviharos jelenet. A film végéről igazából már beszéltem, mondtam, hogy nekem nem annyira tetszett, hogy Scott legyőzte Kanget, én sokkal jobban örültem volna annak, ha nem megint a szokásos happy end van, hogy jaj, de jó, nyertünk, akkor megy az élet tovább, azt majd jön egy újabb Marvel film, jaj, de jó, megint nyertünk, megint happy end. Na, én nekem pont ezért az egyik kedvenc Marvel filmem a Végtelen háború, mert ott nincs happy end, ott nagyon nagy dráma van. És itt is egyébként tök jól állt volna a filmnek, oké, a hangyafanok, és akik szeretik Scott Lang karakterét, azok most mindjárt írják a kommentet, hogy ne ilyen, bár ne lett volna, hogyha Kang megöli Scottot. Szerintem nagyon nagy drámát adott volna az egész filmnek, vagy akár őt is beszippantja az, amit Kanget. Én nagyon-nagyon örültem volna, hogyha így végződött volna a film, vagy az, hogy nem tudnak visszajutni a rendes világba, nem ott ragadnak a kvantumvilágba. Szóval nagyon érdekes dolgokat ki lehetett volna hozni, és nem megint az, hogy jaj, happy end, de jó. Úgyhogy akkor nézzük, hogy mik történtek a stáblistás jelenetekben. Nagyon-nagyon érdekes dolgok voltak itt, és hogyha netán nem vártátok ki itt az end credit jeleneteket, akkor YouTube-on szerintem egyébként meg tudjátok nézni, de tényleg mindenképp várjátok meg, mert megéri, mert olyat látunk, ami nagyon-nagyon durva dolgokat vetíthet elő a Marvel jövőjét nézve, de akkor nézzük, hogy mi történt az első jelenetben. Az első jelenetben 3 variást láthatunk, ugye Rama-Tut fáraót, Immortust és talán Scarlet Centurion, de páran azt állítják egyébként, hogy ő a Prime Kang, és Rama-Tut itt említi, hogy a száműzött ugye meghalt, aki ugye maga a hódító, akit láttunk a filmben, és nem tetszik nekik, hogy nem ők ölték meg a száműzött Kanget. Ezután pedig látunk egy nagy csarnokot, több ezer Kang variánssal, és valamire nagyon-nagyon készülnek, valószínűleg a Kang dinasztiára, és ugye, ahogy említettem, az is benne van, hogy a hódító, akit láttunk itt a filmben, nem hal meg, és akár később átvehetét Rama-Tuték felett az irányítást, és akkor övé lesz a több ezer Kang variáns, szóval nagyon-nagyon érdekes volt ez a jelenet, és tökre örültem, hogy már az első filmben látunk Kanget, látunk még több Kanget, és olyan Kangeket, akiket én nagyon szeretek, például Rama-Tut fáraót. A második jelenet is nagyon érdekes, ugyanis láthatjuk Lokit és Mobius, de ami még érdekesebb, hogy látjuk Victor Timely-t, aki szintén egy Kang variáns, és a pár variánsról egyébként készítettem egy videót, szóval majd a videó végén ott lesz, rá tudtok kattintani, és meg tudjátok nézni, hogy akár ki az a Rama-Tut, Scarlet Centurion, vagy most itt az előbb említett Victor Timely. És valószínűleg ez a Loki második évadját vezeti fel, és biztosan majd láthatunk egy kisebb nyomozást Timely karaktere után, de egyébként hallani olyan pletykákat is, amit hozzáfűznék, nagyon-nagyon érdekes lenne. Szóval olyan pletykákat is lehet hallani, hogy Victor Timely maga a hódító. Hát én nem is tudom, hogy annyi pletyka van, nem szabad egyébként ezekbe beleélni magunkat, de ilyen jó stáblistás jeleneteket egyébként már szerintem régen kaptunk. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a Hangya és a Darázs: Kvantumánia, iratkozzatok fel, csengő, like, minden, legközelebb találkozunk, szevasztok!